Orvosi szolgálati lakásokat építetett a Szilágyságban a Marosvásárhelyi Studium Prospero Alapítvány. Kraszna az ötödik helyszín, Marosvásárhely Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy és Szatmárnémeti után. A 6500 fős településen példaértékű az egészségügyi ellátás, ugyanis egy kis kórház is működik, ez látja el a környékbeli falvak betegeit is. A szolgálati lakás biztosításával igyekeznek motiválni a fiatal orvosokat, hogy szülőföldjükön maradjanak. Fizioterápia és rehabilitációs osztály is működik a Krasznai Kórházban. Néhány éve orvoshiány miatt kis hiány bezárták az intézményt, ám végül sikerült megmenteni. Ma már ide járnak a betegek a környékbeli településekről is. Azzal, hogy Krasznán működik a kórház, rendben van a kórház, azzal a megyei kórházat tehermentesítik. Ugyanis azokat a problémákat, amelyeket itt Kraszna helyszínen meg lehet oldani, ezekkel a problémákkal a betegek nem fognak zilarra bemenni. Hogy szülőföldjükön tartsák vagy hazacsalogassák a szilágysági orvosokat, a Marosvásárhelyi Studium Prospero Alapítvány orvosi szolgálati lakást építetett Krasznán. Mi az állami magyar felsőoktatást támogatjuk 20 éve, Marosvásárhelyen 2003-ban adtunk át szolgálati lakásokat, több mint 15 éve szolgálja az ottani közösséget, egyetemi oktatókat, tanársegédeket, rezidens orvosokat. 2015-től pedig 2019-ig Sepsiszentgyörgyön, Szatmárnémetiben, Krasznán, Csíkszeredában is folyamatban van Gyergyószent Miklóson és Székelykeresztúr mellett is orvosi szolgálati lakások átadása. Nagyon fontos, hogy egy pályakezdő fiatal érezze, hogy a közösség megbecsüli. A Studium Prospero alapítványt minden évben 250 millió forinttal támogatja a magyar kormány, hogy a különböző programjaikkal és a szolgálati lakások létrehozásával szülőföldön maradásra ösztönözzék a fiatal egészségügyi szakembereket. Tudjuk, hogy óriási az orvoshiány, nem csak Magyarországon, Erdélyben, egész Közép-Európában, és szeretnénk itthon tartani a fiatalokat, szeretnénk itthon tartani a fiatal orvosokat, akár házi orvosokról legyen szó, akár pedig kórházi orvosokról. Ezek a lakások is úgy épültek, hogy fiatal családokat tudjanak hazavárni, befogadni. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen jelenleg is 12 szilágysági hallgató tanul, ezzel is próbálják őket hazatérésre motiválni. A szolgálati családi ház elfoglalására április 30-áig pályázhatnak az Ilach Kraszna Szilágysomjó térségében dolgozó orvosok, gyógyszerészek.